Lilia egy varázslatos őzgida, aki a tölgyanya számára gyűjt álmokat. Beugrik a harcba, majd gyorsan elillan, és sűrű bocsánatkérések között elaltatja ellenfeleit. Sajnálom, sajnálom! Lehet, hogy Bambi ijedős, de neked sem árt vigyázni vele. Ez Lilia hős bemutatója. A kivirágzó csapás varázssebzést okoz a közeli ellenfeleknek, és tényleges sebzést a külső határon. A képességnek van egy passzív eleme is. Lilia mozgási sebessége megnő, valahányszor eltalál varázslataival egy ellenfelet. Legfeljebb 5 szökellési jelzőt gyűjthetsz, hogy gyorsan, biztonságos távolságba kerülj. Van még egy passzívja. A varázslatok álomport alkalmaznak a célpontra, amely folyamatos 100%-os életerősebzést okoz. Hogy kivirágoztál? Lilia előkészít egy hatalmas csapást, szökell és megsebzi a területen belüli ellenfeleket. A középen állókat őszpitává alapítja. Az én voltam? Lilia ezzel a rohammal nem ugorhat át tereptárgyakon. Lilia elhajít egy örvénymagot, amely földet érve megsebzi és lelassítja az ellenfeleket. Végtelen a ható távolsága, így addig gurul, amíg nem ütközik ellenfélnek vagy tereptárgynak. Akár az egész térképen átkelhet, úgyhogy vigyázz magadra! Az álompor hatás alatt álló ellenfelek a távolságtól függetlenül néhány másodpercre elálmosodnak és lelassulnak, majd elalszanak. Szép álmokat! Ha sebzés ébreszti fel őket, további sebzés szenvednek el. Haha, az álompor nyomtató azt mondja... Lilia a gyorsaságára épít, rohanj be, altass el mindenkit, tedd rájuk a folyamatos sebzést, aztán futás, és bocsi! Hogyan járjak lábujjhegyen lábujjak nélkül? A játék kezdetén tisztítsd meg a táborokat a kivirágzó csapással, és tartsd a távolságot a szörnyektől. A képességek kiemelt pontjai mindig ugyanolyan messze vannak tőled, és csak ezt kihasználva tudsz hatékonyan tisztogatni a dzsungelben. Aki elég gyors, azt nem érik utol a szörnyek, szól az őzi mondás. A PvP harc eleinte nehéz lesz. Ne hagyd, hogy fülön csípjenek az ellenséges hősök, és tartsd a távolságot, amíg törékeny vagy. Ne a bimbó alapján ítéld meg a virágot, jó? Magasabb szinteken az andalító altató felhasználható menekülésre, vagy előkészítheti a terepet egy nagyobb támadáshoz. A közép- és végjátékban próbáld eltalálni a hátul rejtőzködő értékes célpontokat a kivirágzó csapás szélével és az íj vigyáz közepével. Aki elalszik, ráfázik. Bármivel szembenézek. De nem nézek a szemébe. További információkért kattints a hivatkozásokra, és ne feledd, mindig higgy az álmaidban!